Horváth Tamás a fiatalok csoportjában táncol, a barátja Babacs, és ő hívta meg még 6 évvel ezelőtt a helyi magyar-német baráti kör tánccsoportjába. Neki is vannak sváb felmenői, szívesen ápolja a hagyományt. Ez a társaság igazán barátságos, nagyon rendesek, nagyon jól érzem a próbákat, mindig nagyon jó a hangulat. Ugye rendesen vannak meghívásaink hétvégén fellépésekre, és azokat rendszeresen el is vállaljuk, és mindig nagy örömmel szolgál, hogy mehetünk. A Babarci Magyar-Német Baráti Kör 2006 novemberében alakult sváb zenét kedvelő, táncolni szerető babarci és liptódi fiatalokból. Elsődleges céljuk volt, hogy a magyarországi német és helyi sváb kultúrát megőrizzék, a zenét feldolgozzák, színpadra állítsanak táncokat, és a fiatalabb korosztályt is bevonják a hagyományápolásba. 1-2 év után nyitottak vidám, karakteres osztrák koreográfiák felé, mondta Wölfling Anett, a tánccsoport vezetője. Jellemző volt erre a csoportra a megalakulásakor, hogy ez egy baráti közösség volt, és úgy gondoltuk, hogy a szabadidőnket táncpróbák eltöltésével is hasznosíthatjuk, úgyhogy igazából így indult a mi kis utunk. Aztán eleinte csak helyi fellépéseink voltak, környékbeli, majd később már különböző városokban is, illetve Németországban is, Szlovákiában is eljutottunk. A 20 éves jubileum alkalmából kicsik, fiatalok és idősebb táncosok is bemutatták tudásukat november 19-én a Babarci Kultúrházban. Az ünnep során egy kiállítást is rendezett a baráti kör az elmúlt évtizedek emlékeiből.